Az új Delhiben található Tihár börtön egy időben egész Ázsia egyik leghírhettebb börtöne volt. Annyira féktelenül erőszakos volt az a rengeteg akasztás, a vég nélküli kínzások. Napjainkban a Tihár szigorított börtönként működik, és próbál kicsit jobb színben feltűnni. Tiszta, környezetbarát és nyugodt intézmény, legalábbis nagy részt. De továbbra is van egy sötét oldala. Akár meg is halhat itt az ember, sosem lehet tudni. Innen nincs menekvés. Nemrég új igazgató került a börtön élére. Az ő és a személyzete feladata a több mint 10 000 elítélt fogvatartása. Igen, nagy számú bandatagot és sok terroristát is tartunk itt fogva. Ebbe a világba kerül most be egy új elítélt, akinek ezelőtt nem volt priusza. A saját bőrén fogja megtapasztalni, hogy milyen az élet Ázsia legnagyobb börtönében. Élet Ázsia legnagyobb börtönében. Buszokkal érkeznek a gyanúsítottak csoportjai Ázsia legnagyobb büntetés végrehajtási intézetébe, a Tihár börtönbe. Több mint 3 000 embert hoznak be ide minden hónapban. Ashir Kumar még sohasem volt börtönben. Családon belüli erőszak és tartásdíj fizetés elmulasztása miatt vették őrizetbe, a bíró pedig a tárgyalóteremből egyenesen ide küldte, még átöltözni sem volt ideje. Neve? Ashir Kumar. Apja neve? Lateshri Arun Kumar. Foglalkozása? Egy videójáték termet üzemeltetek. Sebb helyek? Igen, itt. Máshol? Igen, a fejemen. A börtönszemélyzet felveszi az adatait. Ezután orvosi vizsgálat következik, hogy megtudják, ha esetleg kezelésre szorul. Van szenvedélybetegsége? Igen, van. Milyen jellegű? Alkohol és cigaretta. Betegségek, TBC, aszma, epilepszia, hívfertőzés, cukorbetegség. Szed valamilyen gyógyszert? Nem. Nyissa ki a száját. Mint minden elítélt az 1958-as megnyitó óta, Ashir is teljes testmotozáson esik át, majd pedig belép a börtönbe. Hallottam a Tihárról, de most vagyok bent először. Úgyhogy egy kicsit félek, mert nem tudom, milyen emberekre számítsak. Ashirt egy másik fogvatartott kíséri be a cellába. A vizsgálati fogság idejét fogja idebent tölteni. Az indiai perrendtartásban ez az előzetes letartóztatásnak felel meg. Következő tárgyalására egy hónap múlva fog sor kerülni. Addig a Tihár börtön lesz az otthona. Régebben a Tihár falai között a világ leghírhettebb bűnözői is megfordultak, úgy, mint a sorozatgyilkos Charles Sobhraj, a terrorista Ahmed Omar Syed Sheikh, az amerikai újságíró Daniel Pearl állítólagos gyilkosa, valamint Mulana Masood Azhar, akit a szeptember 11-i New York-i terrortámadással kapcsolatban fogtak gyanúba. A csaknem 2 négyzetkilométeren elterülő intézmény 9 különálló börtönből áll. 8-ban férfiakat tartanak fogva, egyben pedig a 6-os számúban nőket. Mindegyik börtönben számos részleg található, azokon belül barakkokban és cellákban helyezik el a fogvatartottakat.
A Tihár börtönben több mint 10 000 ember raboskodik, ami 20-szor annyi, mint az átlagos börtön létszám Amerikában. Erőszaktevők, terroristák, gyilkosok, kábítószerkereskedők és gengsztervezérek vannak itt összezárva piti tolvajokkal és fehér galléros bűnözőkkel. A valamivel több mint 700 fős személyzet számára minden nap új kihívásokkal van tele. A börtön főigazgatója Bridges Kumar Gupta. 35 éve dolgozik indiai rendvédelmi szerveknél, egy időben ő vezette a Delhi rendőrség bűnügyi osztályát, valamint az indiai miniszterelnök biztonsági csapatában is szolgált. A megfigyelőteremben az ártláncú videórendszeren keresztül észreveszi, hogy egy fogva tartott az egyik őrre támad. A Tamil Nadu-i különleges rendőrség kötelékébe tartozó többi őr nem reagál. A többiek miért nem lépnek közbe? Olyan sokan vannak. Hívja a parancsnokot, hogy az őrök miért csak ácsorognak. Ezt nézzék! Mindet fel kéne függeszteni. Hívja az őrparancsnokot, hogy mik a feladataink. Mindenek előtt az itt lévő ilyen nagyszámú fogvatartott biztonságos őrzése. A létszám folyamatosan eléri a 11 000 főt. Ilyen sok ember fogvatartása pedig bizony nagyon komoly kihívást jelent. A problémákat nekünk kell megoldanunk. A hármas számú börtönben megkezdődik Ashir első napja. A reggeli létszám ellenőrzés időpontja hajnali 5 óra 30 perc. Ébresztő, föl! Létszám ellenőrzés! Gyorsabban! A börtönben töltött első éjszaka nem volt könnyű Ashir számára. Amikor beléptem a barakba, mindenki engem bámult. Furcsa érzés volt. Mintha valami nagy bűnöző lennék. Szörnyű volt az éjszaka. Szúnyogok és bogarak mindenhol. A pokróc, amit kaptam, pedig nagyon durva. Szinte lehetetlen volt takarózni vele. Féltem, hogy felhorzsolja a bőrömet. A lámpák egész éjszaka égtek. Nagy a zsúfoltság a barakban. Nem olyan, mintha egyedül lenne az ember. Ráadásul hangosan beszélgettek egész éjszaka, emiatt alig tudtam aludni valamit. Ashir szerencséjére a börtönvezetés többféle programmal is igyekszik megkönnyíteni a rács mögött töltött életet. Rendszeres jóga és meditációs gyakorlatot tartunk, valamint szellemi témájú beszélgetéseket. Mindezekkel a fogvatartottak gondolkodásmódját negatívról pozitívra változtatjuk. A valamennyi börtönben megtalálható kellemes zöld területeken gyakran látni fogvatartottakat, akik magukban meditálnak. Egy divatmodell meggyilkolásáért elítélt Siddhartha Vasis Tamás néven Manu Sharma már 8 éve a Tihár börtön fogja. A komoly üzleti és politikai befolyással bíró családból származó fiatalember nem volt felkészülve a börtönéletre, amikor őrizetbe vették, majd idehozták. Valami nagyon jelentőségteljes történt azon az első éjszakán, amikor behoztak ide. Amint éppen a cellámba mentem volna, egy idős úriember, egy igazi hórihorgas fickó odajött, és egy kődarabot nyomott a kezembe azzal, hogy tegyem be az ágyam alá. Miért tennék ilyet? Kérdeztem. Annyit felelt, hogy csináljam csak. Még mindig nem értettem, úgyhogy megint megkérdeztem, mire azt felelte, hogy lehet, hogy valaki bántani akar majd. Le is tettem a követ a fejem alá, és lefeküdtem, bár ezek után aludni egyáltalán nem tudtam, és fent voltam egész éjszaka. Csak másnap reggel jöttem rá, hogy a barakkunkból azt a fickót, aki a követ adta, 22 gyilkosságért ítélték el, míg azt, aki miatt figyelmeztetett, körülbelül 30-ért. Behozzák ide az embert, és már is kőkemény bűnözőkkel kerül össze.
Az első 5 napban nagyon féltem, végig halálfélelmem volt, és tény, hogy a mai napig félelemben élek. A szomszédos börtönben a brit nemzetiségű Edward Joseph Ellis, akit kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, már 7,5 éve raboskodik a Tihár börtönben. Az első napjaira ma is élénken emlékszik. Hihetetlen, valóságos rémálom volt. Amikor bekerültem, elvittek egy barakhoz. Éjjel volt, és amikor az őr kinyitotta az ajtaját, olyan látvány fogadott, amihez foghatót még soha életemben nem láttam, mivel szó szerint egymás hegyén hátán hevertek ott az emberek. Oda kellett hívnunk valakit. A legtávolabbi sarokban egy ember felkelt, és a sötétben tapogatózva, a többieken átlépve jött oda hozzánk. Úgy csináltak nekem helyet, hogy 2 alvó férfit úgy, ahogy széllyel toltak, hogy befekhessek közéjük. A fejem a lábuknál, a vállam összeért egy másikéval. Akkoriban a barakkok iszonyú állapotban voltak. A falakat 60 évnyi, vagy ki tudja milyen régi a börtön, annyi évnyi szenny borította, a nekidőlő testek izzadsága, és bár volt egyetlen vécészerűség, öblíteni nem lehetett. A lefolyója órák alatt eldugult, és ott úsztunk a székletben és a vizeletben. Így éltünk a börtönben, összezsúfolva, egymáshoz préselődve. Edwardnak sok nehézséget jelentett hozzászokni a börtön körülményeihez. Akkoriban az a barak abban a körletben annyira féktelenül erőszakos volt. Szinte lehetetlen elmondani. Az a rengeteg akasztás, a vég nélküli kínzások. Az erőszak mindennapos e börtön falai között. A múltban ez tragikus következményekhez vezetett. 1990. október 4-ének éjszakája van. Az egyik fogvatartott a földön haldoklik. Nagyon rosszul van, kérem, valaki hívjon orvost. Már 2 órája fekszik itt. Hol van az orvos? Hívott valaki orvost, vagy sem? Próbáltuk hívni az orvost, de nem veszi fel a telefont. Majd jön, amikor jónak látja. Vissza! A férfi egyre közelebb kerül a halálhoz. Az orvos továbbra sincs sehol. Valaki beteg? Csak akkor jön az orvos, ha már meghalt. Nem fogja túlélni. Meg fog halni. A beteg elítélt végül feladja a harcot. A helyzet hamarosan még rosszabbra fordul majd. Az elítéltek felháborodása egyre nő. Órák telnek el, az igazgatóság mégsem rendelkezik a holttest elszállításáról. Október 5-e reggelére a helyzet eléri a robbanáspontot.
fegyveres őrök sietnek elő. A fogvatartottak konyhai gázpalackokat használnak bombaként. Az őrök halálos lövésekkel válaszolnak. Mire a helyzet normalizálódik, 9 fogvatartott hever holtan az udvaron. Sok idővel ezelőtt volt egy jelentős börtönlázadás. Páron meg is haltak. 1990 környékén lehetett. Az elmúlt 4 év alatt viszont, hadd kopogjam le, egyetlen szökés sem történt. Ez egy nagyon biztonságos börtönnek számít, a különleges elrendezése és a hatalmas alapterülete miatt. Mindegyik börtönt magas falak veszik körül, és azon belül minden egyes épületet is. Ezen felül a börtönkomplexumnak még egy külső plusz fala is van, az egyes börtönöktől kellő távolságban. Maguk a börtönépületek kellő mélységben helyezkednek el. A kockázatos elítélteket pedig még beljebb, egy különleges részlegben tartjuk fogva, amelyet további fegyveres őrség vigyáz. Többszörös védelemről beszélhetünk tehát, amelyet nagyon nehéz áttörni. 2 rétegen még át lehet hatolni, de 4-en már nem. A börtönökben a rendet gumibotot viselő őrök vigyázzák. A szigorított részlegekben továbbá a börtönök falai mentén és átjárói között pedig gépkarabélyokkal és géppuskákkal felfegyverzett katonai kiképzésben részesült őrök cirkálnak. Mindezen felül páncélozott járművek és rohamosztagok is készültségben állnak. A Tihár börtön biztonsági rendszerei múltbéli szökéseket követően kerültek szigorításra. A fogvatartottak azonban mindezek dacára keresik a kiútat. Az első évet azzal töltöttem, hogy szökési útvonalat keressek, de nem találtam. Ez volt az első hatalmas sokk és csalódás, ami ért, hogy innen nem lehet kijutni. Mégis tovább kerestem a módját a második és a harmadik évben is, és ahogy egyre jobban kiismertem magam a területen, rájöttem, hogy ha csak elfogadhatatlanul komoly erőszakot nem alkalmazok, akkor innen tényleg nincs kiút. Úgyhogy az embernek muszáj napról napra valahogyan elviselnie az itteni életet. Ugyanennek a börtönnek egy másik szegletében Asir igyekszik megszokni a börtön életet. A nem alvástól kimerülten szeretne megmosakodni. Kérem a bögrét, hadd vegyek egy kis vizet. Várd ki a sorod. Csak arcot akarok mosni. Két érdekel, akkor is sorba kell állni. Rendben. Sosem hittem volna, hogy az életem egyszer így alakul, hogy börtönbe kerülök, és itt kell éjszakáznom. Sosem gondoltam. Asirhoz hasonlóan a Tihárban fogvatartottak durván 80%-a a tárgyalására vár valamelyik Delhi bíróságon. Mivel legalább az ítéletek megszületéséig itt kell raboskodniuk, az eredetileg 5200 fősre tervezett intézményben időnként akár 14000 ember is összezsúfolódhat. A túlzsúfoltság komoly probléma, mert ha egy hely kapacitása adott számú, mondjuk 6000 emberre szól, de 12000-et kell ott elhelyezni, azt gondolhatják, mivel jár. Megterheli a biztonsági rendszert, a látogatókat ellenőrző rendszert, a közműveket, a víz- és áramfogyasztást, az élelmezési és orvosi ellátást, mindent nagyon megterhel. Az egész rendszer túlterhelté válik. A 3-as számú börtönben Asir segítséget kap, hogy jobban megértse a börtön szabályait. Figyelem a 10-es barakban. A tegnap este érkezett fogvatartottak szíveskedjenek haladéktalanul jelentkezni az irodán.
Gyere! Én vagyok itt a munci, azaz a gondnok. Ha szükségetek van valamire, vagy problémátok van, engem keressetek. Először is halljam, volt-e már közületek valaki börtönben, bármelyikben? Nem. A családjaitok tudják, hogy itt vagytok? Igen, én küldtem haza üzenetet. Nagyon fontos, hogy figyeljétek a hangos bemondót. Ha én nem is hallom, a saját neveteket mindig meg kell hallanotok. És ami a legfontosabb, a részlegből sosem szabad kimennetek. Az ebédet délben osztják. A börtönkost vegetáriánus. A napi háromszori étkezésre való ételt a fogvatartottak maguk készítik, több mint 10 000 főre. A munka kötelező mindenki számára, akit kényszermunkára ítéltek. Aki vizsgálati fogságban van, annak szabadon választható. A börtönt tulajdonképpen az elítéltek működtetik. Oktatási programunk is van, amelyet szintén az elítéltek szerveznek. Gyárterület is működik a kettes börtönben, 4 millió dolláros éves bevétellel. A kettes számú börtönben minden reggel 8 órakor 900 fogvatartott lép be a gyárba, ahol egy pékségben továbbá ruhákat, cipőket, bútorokat és egyebeket gyártó üzemegységekben dolgoznak. A vizsgálati fogságát töltő Ashirral szemben Manu Sharmát már elítélték, méghozzá kényszermunkára, amelyet a börtönben kell teljesítenie. Vezetői képességeit, amelyet a több millió dollár értékű családi vállalkozásában szerzett, most a rácsok mögött kamatoztatja. Amióta a börtöngyárban dolgozik, a bevételek megháromszorozódtak. Ma az asztalosok kerülnek rapportra. Kenbai? Kenbai? Igen, uram. Hány asztalt fogsz ma leszállítani? 250 darab készül el. Az nem lesz elég. Túl sokat esik mostanában, és mindent elönt a víz, így nem tudunk dolgozni. Manut nem érdekli az eső, csak az, hogy a börtönparancsnokságnak beígért mennyiséget le tudja szállítani. Ma nem fog esni. 300 asztalt akarok. Meg lesz. A Tihárban gyártott termékek nem csupán bevételt jelentenek a börtönnek, de a munkának más jótékony hatásai is vannak. Körülbelül 900 fogvatartott dolgozik ide bent. És amíg elfoglaltak, addig távol tartják magukat a negatív dolgoktól. Az ide kerülőknek szörnyen negatív gondolatviláguk van, ami a bűnözéshez, a bűnöző viselkedéshez is vezette őket. A Tihárban mindenféle embert tartanak fogva. Bár a többségüket kisebb vétségekért ítélték el, kőkemény bűnözők is akadnak közöttük. A mi feladatunk, hogy az elítéltek más emberként, jó polgárként térjenek vissza a társadalomba, hogy a fogvatartásuk ideje alatt új jártasságokra tegyenek szert. A börtönben számos ingyenes képzési program működik, mint például Amjad Habib hajvágó iskolája. Nézd csak! Szelemeled és levágod. Figyeld, hogy csinálom. Amjad 6-os börtönből való tanítványai olyan nők, akiket prostitúcióval, kábítószeres bűnözéssel, sőt, gyilkossággal is gyanúsítanak. Habár a 6-os számú börtön a nőknek van fenntartva, a börtönszemélyzetnek itt sincsen könnyű dolga. A börtön egyik arca békességet sugároz, gyermekeket nevelő anyákkal, ugyanakkor itt is bőven előfordul erőszak. Egy külföldi fogvatartott éppen megtámad egy ápolónőt a női börtön orvosi részlegében. Szolgálatban voltam. Az én feladatom, hogy a pszichiátriai kezelés alatt álló betegek beveszik-e a gyógyszereiket, nem pedig kicsempészik a börtönbe, hogy eladják. Miután az a külföldi nő megkapta a gyógyszerét, megpróbálta elrejteni és kilopni a kórházból. Amikor elkaptam a kezét, nekem rontott. Ahogy rám támadt, önvédelemből én is megütöttem. Megütöttem és megragadtam a haját. Erre ő megharapott.
Pontosan itt. Egy HIV pozitív páciensről beszélünk, szóval nagyon megijedtem. Csak nem egy évig tartott, amíg túltettem magam a történteken. Attól féltem, hogy engem is megfertőzött. Az egész családomat veszélybe sodorta. Attól kezdve a lábamat sem mertem betenni ide. Rénu egy éves kihagyás után tér vissza a munkába. A hatos börtön vezetésének folyamatosan ilyen jellegű problémákkal kell megküzdenie. Aki keményebben bánik velük, arra rászállnak. Mindegy, hogy egyszerű ápolókról, vagy rangidős fegyőrökről van szó. Egyszer még a főfelügyelőt is megtámadták. A Tihar börtön történetében állandóan jelen volt az erőszak. Napjainkban az új szabályzat azokat, akik Ashirhoz hasonlóan első alkalommal kerülnek börtönbe, távol tartja a veszélyesebb fogvatartottaktól. Ashir Kumar, Aaron Kumar fia, gyere, látogatód van. Ashir jó híreket kap. A testvérem van itt egy barátjával. Tegnap üzentem nekik, talán ezért is jöttek. Bár Ashir még új idebent, ő is érzi a lappangó erőszakosságot. A rendőrök levetkőztettek, és átvizsgálták a ruházatunkat. Aztán új lenyomatot vettek a nyilvántartáshoz, és egy kicsit meg is lögdöstek. Mindenkinek megrázó élménybe kerülni ide. Sosem tudhatod, hogy mikor törik el a karodat éppen. A hármas börtön egy másik részlegében Edward szintén látogatót készül fogadni. Az ügyvédje érkezik hamarosan, hogy a következő meghallgatásáról beszéljenek egy olyan perben, amely már hetedik éve húzódik. 2003. májusában vettek őrizetbe, de egészen 2004. novemberéig semmivel nem vádoltak meg, tehát gyakorlatilag másfél év telt el így. Az őrizetbevétel és a vádemelés között pedig jogilag semmi nem történhet, mert erre nincs eljárásrend. Ha valakit még nem vádoltak meg, az csak gyanúsítottként van bent, mint én. Másfél éven át. Egy gyanúsított pedig semmit sem tehet. Edwardnak végül két komoly váddal kellett szembenéznie. Kábítószer birtoklással, illetve a valuta szabályok megszegésével. 7 éves perének az elején egy ügyvéd ajánlkozott fel neki a bíróságon. 14 naponta jártam bíróságra, ahol mindig ennyivel hosszabbították meg az előzetes letartóztatásomat. Aztán 3-4 hónappal később egy ügyvéd kezdett rendszeresen felajánlkozni a bíróságon, meg azon kívül is, mondván ő egy nagyszerű ügyvéd, és 6-8 héten belül óvadékkal szabadlábra tudna helyezni. Sajnos beleestem a csapdájába. Először 30 000 rúpiát kért, hogy belekezdjen az ügyembe, aztán később 70 és 80 ezer rúpia közötti összeget kért. Akkor összesen 75 ezer rúpiám volt, amit a brit főbiztosságon keresztül át is adtam neki. Ezután újabb 200 ezret kért a következő lépésért, vagyis az óvadék elintézéséért. Akkor megkérdeztem, hogy mégis összesen mennyibe fog ez nekem kerülni. Közölte, hogy 3 millióba, ami óriási összeg. Később megtudtam, hogy a nővéremet is felhívta Kanadában, azt állítva, hogy én a padlón vagyok. Többször megkínoztak, már alig bírom, 20 évre fognak ítélni, amit nem élek túl. És ő az egyetlen, aki ki tud engem hozni, csak küldjön neki pénzt. Ez egy nagyon egyszerű képlet, és az összes csaló ügyvéd ezt használja méghozzá, nem csak a külföldiekkel, de az indiaiakkal szemben is. Edward jelenlegi ügyvédje, aki már a sokadik a sorban, pontosan érkezik. Jó napot, Matta úr. Szakszéna úr. A fogvatartottak jogi képviselőjükkel csak az egyik helyettes főfelügyelő jelenlétében találkozhatnak. Edwardnak végre olyan ügyvédje van, akiben megbízik. Ügyvéd úr? Hogy van, Ellis úr? Pompásan köszönöm. Az egész ügy egyetlen nagy eljárási hiba. Hiszen nem tudhattam,
Nem tudhatta, és megfelelő jogi tanácsadásban sem részesült. Ugye annyi történt, hogy megtalálták a hasist, majd pedig az átadott valutát, amelyről a vád szerint nem történt vám bejelentés. A mi álláspontunk egyszerű, a vádnak minden kétséget kizáróan bizonyítania kell, hogy a bizonyítékok az önfeladott csomagjából kerültek elő. Tehát az ügynek már majdnem a végénél járunk, és valamikor a hónap végéig meg kell születnie az ítéletnek. Az Isten áldja önt. Ashir már több mint két hete raboskodik a hármas számú börtönben. Edwardhoz hasonlóan az ő következő tárgyalására is hamarosan sor kerül majd. Állandóan csak tépelődöm magamban, úgyhogy igyekszem sportolni, pingpongozni, hogy megnyugodjak, és eltereljem a figyelmemet. De mindig arra gondolok, hogy vajon mi fog történni 29-én, és nem tudom a választ. Tényleg fogalmam sincs. Talán meghosszabbítják az előzetesemet, de minden a bíró múlik, úgyhogy egy kicsit aggaszt a helyzet. Ashirral ellentétben, aki most először került szembe a törvénnyel, a szomszédos börtönben Adbir Singh pereskedése már 14 éve tart. Három áldozatával végzett, összesen 37 késszúrással. A bíróság külön kiemelte az elkövetés brutális ördögi kegyetlenségét, és Adbirt halálbüntetésre ítélte. Amikor felolvasták a halálos ítéletemet, úgy éreztem, mintha megnyílt volna alattam a föld. Teljesen elerőtlenedtem, a torkom kiszáradt, és sírni kezdtem. Gondolkodni se bírtam, mintha megbénultam volna. Adbir több mint 14 évet töltött börtönben, miközben a felsőbb bíróságokhoz fellebbezett büntetése enyhítését kérve. Elmentem a legfelsőbb bíróságig, mert úgy éreztem, hogy ott talán kegyelmet kaphatok, de nem sikerült. Végül a legfelsőbb bíróságra fellebbeztem, ahol az ügyem csak nem 4 éven át húzódott. 100%-ig biztos voltam benne, hogy kegyelmet fogok kapni, és a halálbüntetést életfogytiglani szabadságvesztésre enyhítik. De Adbir legnagyobb csalódására a legfelsőbb bíróság elutasította a fellebbezést, és helyben hagyta a halálos ítéletet. Manoj Dwivedi annak a börtönnek a főfelügyelője, ahol a halálsoron várakozó elítéltek az utolsó napjukat töltik. Ha valakire kimondják a halálos ítéletet, és azt a legfelsőbb bíróság is helyben hagyja, valamint az elnök is elutasítja a kegyelmi kérvényt, akkor a körzetes büntetőbíró kibocsátja a kivégzési parancsot. Ezt a börtön főfelügyelője olvassa fel az akasztásra ítéltnek, majd kijelöli a végrehajtás napját valamikor a parancs kibocsátásától számított 15. napon. Az, hogy a legfelsőbb bíróság jóvá hagyta a halálos ítéletét, lesújtotta Adbirt. Valamelyik reggel 8 óra körül még aludtam, amikor a barátaim felkeltettek és elmondták, hogy a legfelsőbb bíróság elutasította a fellebbezésemet. Emlékszem, egy keddi napon történt. Teljesen sokkolt a hír. És azóta gyakorlatilag semmihez nincs kedvem. Régebben jó evő voltam, de mostanában alig bírok lenyelni pár falatot, vagy egy korty teát. Mivel kezd kifutni a jogi lehetőségekből, Adbir jól tudja, hogy az akasztásáig tartó visszaszámlálás hamarosan megkezdődhet. Abban a börtönben ez alatt, ahol Ashir tartják fogva, a vezetésnek megvan a maga problémája. Régebben gyakoriak voltak az erőszakos megmozdulások. A bandák közötti legutóbbi összecsapás egyik áldozata kórházba is került. Az egyik részlegből átmentem egy másikba, ahol 10 ellenségem várt rám. 4-en lefogtak, másik 3-4-nek pedig szikék és kések voltak a kezükben. Azokkal támadtak rám. Először a hátamat szúrták meg. Az arcomat egy darabig tudtam védeni, de aztán itt is megvágtak. A hátam eléggé súlyosan sérült.
De az arcomat úgy, ahogy tudtam menteni, amikor visszatámadtam. Az erőszakra hajlamos fogvatartottak pontosan tudják, hogy hol és hogyan juthatnak fegyverekhez. Ideben szerezzük be őket. Méghozzá a nálunk nagyobb kaliberű játékosoktól. Persze mi is adunk belőlük tovább. Így vagy úgy, ettől vagy attól, de mindig tudunk fegyverhez jutni. Tűkből, pengékből és acéldarabokból késeket készítenek. Törött rudakból meg csövekből pedig furkós botokat. Aztán szétverik a célpontot, aki se felkészülni, se menekülni nem tud. Manoj Dwivedi főfelügyelő úgy dönt, hogy közbelép. Az itteni részlegben fogvatartottaknak nagy meglepetésben lesz részük. A többi részlegtől eltérően a hármas számú börtön 8-as számú szigorított részlegében fogvatartott terroristákat és gengsztereket folyamatosan fegyveres őrség vigyázza. A főfelügyelő és emberei behatolnak a részlegbe. Jöjjön ki a motozáshoz. Mit akarnak? Jöjjön ki, hogy megmotozhassuk. Az átvizsgálások során gyakran kerülnek elő veszélyes, tiltott anyagok. Saját hírszerző hálózatunk működik, sőt valójában maguk a fogvatartottak szoktak informálni bennünket, hogy hol mi történik, mi pedig figyelemmel követjük az elítéltek tevékenységeit. Időnként pedig szükség szerint meglepetésszerű vizsgálatot tartunk. A cella minden zugát átkutatják. A só? A laza csempék mögött is lehetnek rejtek helyek. Ez micsoda? Unani orvosság. Ez rendben van, sima kétsávos rádió. Végül találnak is valamit. Ez tiltott tárgy. Ki lehet szúrni valakinek a szemét vele? A szabóműhelyben szerezte? Ki engedte meg, hogy behozza ide? Ma találtunk egy tűt. Ez egy szúrófegyver. Csak egy fanyérre kell rákötözni, és már is kész egy ekkora fegyver. Úgy használják, mint egy kést, hogy felhasítsák vele a másik arcát. Teljesen szét tud nyílni. Olykor a szem környékét hasítják fel, és néha a torok átvágásáig is elmennek. Bár az évek során sok pozitív változás történt, a Tihárban munkát vállalni továbbra is nagy kihívást jelent. A családom mindig aggódik miattam. Mindig várják, hogy történni fog velem valami. Itt nem vagyunk biztonságban. Ha rajta kapjuk őket valamin, vagy csak szigorúan szólunk rájuk, már is fenyegetőzni kezdenek, hogy mi mindent fognak csinálni velünk, hogy idebent, vagy akár a börtönön kívül is elkapnak. Néha halálos fenyegetést is kapunk. A hármas számú börtönben Ashir kezd belerázódni a börtön életbe. Már körülbelül 22 napja vagyok bent. Az egész nap azzal telik, hogy a fogvatartottakkal beszélgetek. Négyen szoktunk együtt enni, és úgy csinálunk, mintha csak otthon lennénk. Máskor játszani szoktunk, úgy, mint odakint. Ezek az apróságok segítenek, hogy ne gondoljunk az otthonunkra. Ha valaki csak magányosan ül egész nap, úgy nagyon nehéz létezni ide bent. Telnek-múlnak a napok, végül eltelik egy hónap. Ashir ügyében végre eljön a bírósági meghallgatás napja. A felesége perelte be, mert nem fizette a tartásdíjat. Szabadulása azon múlik, hogy a családja rendezni tudja-e a tartozását. 50-50. 50% esélye van, hogy kiengednek. Remélhetőleg anyám azt mondja majd, hogy ha van is még egy kicsi tartozásom, azt letétbe fogja helyezni. Minden attól függ, hogy sikerült-e elrendezniük a dolgot. Az 5A részlegben Edward büntető pere is tovább folytatódik. Tudja, hogy nem egy könnyen fog célt érni.
Lehet hátra még, vagy egy hónap, vagy kettő, sőt három, vagy akár egy év is, vagy talán öt is, nem tudhatom. Azt mondják, a per nem sokára lezárul, de ki tudja. Majd ha vége van, akkor vége van. És én szépen kisétálok az ajtón, Isten áldásával, hogy vége. Nincs többé dolgom vele. Ugyanakkor szándékomban áll minden lehetséges jogi utat végigjárni azért, hogy jogorvoslatot és kártérítést kapjak, amiért bezártak ide. A szörnyűségekért, amiket végig kellett itt élnem. És az iszonyú fájdalmakért és szenvedésekért, amik a családomat sújtották. Az Edwardhoz hasonló, tárgyalásukat váró előzetes letartóztatottak nagy száma miatt van a Tihárban állandóan csak nem kétszer annyi fogvatartott, mint ahánynak a befogadására építették. Gupta főigazgató egy új börtönegyüttes építésének előre haladtáról tájékozódik. Az új börtönegyüttes megépítésével a túlzsúfoltság problémánk teljes mértékben megszűnik. A kettes börtön gyárépületében Manunak hírei vannak a főfelügyelő számára. Hogy halad a termelés? A tervezett 500 darab volt, de a fiúk rávertek, és ma elérték a 700 darabot. Kérem, hogy gyűjtse össze az összes termelési naplót. A főfelügyelő mindent megtesz, amit a módjában áll, hogy enyhítse az emberek büntetését. Amikor dolgozni kezdtem itt, 100-125 asztal készült el. Ezt először felvittük 200-ra, aztán 250-re, majd 300-ra. Az 500 olyan vízválasztó volt, amit nehéznek gondoltunk elérni, de tegnap mégis sikerült. 700 darabot gyártottunk, ami óriási eredmény. Olyan ez, mint egy párhuzamosan működő gazdaság. Egy egész kis világ van ide bent. Ugyanebben a börtönben Adbir a stratégiájukat beszéli meg a nagybátyjával, aki szintén terhelt ugyanabban az ügyben. Hogy vagy? Meg vagyok. És te? Én is jól vagyok, ne aggódj. Nem aggódom. Bármi is legyen a sorsom. Csak valahogy ne veszítsd el a reményt. Szó sincs ilyesmiről. Hamar be kell adnunk egy felülvizsgálati kérelmet. 20-ára vagy 25-ére meg lesz, majd meglátjuk, hogy sikerül. Egész életemben bűnbánatot fogok érezni, de most úgy tűnik, hogy az életemnek vége. A többit Istenre hagyom. Ha az a sorsom, hogy éljek, hát legyen. Ha mégsem... Egy hónappal azután, hogy behozták a Tihárba, a bíróság elrendelte Ashir szabadlábra helyezését. Jelen pillanatban meglehetősen nyugodtnak érzem magam. Hát persze, hogy örülök, hogy hazamehetek. Soha nem hittem volna, hogy egyszer börtönbe fogok kerülni. Ashir Arun, gyere testvér! Induljunk! Ne feledj minket! Dehogy is, soha nem feledlek. Neve? Jelentem Ashir Kumar. Apja neve? Jelentem Lateshri Arun Kumar. Érkezésének időpontja? Jelentem 2010. szeptember 29. A bíróság elrendelte a szabadlábra helyezését. Nyomja oda a hüvelykujját. Igyekszem semmi olyat elkövetni az életben, amitől megint börtönbe kerülhetnék. Ashirral együtt naponta durván 200 fogvatartottat helyeznek szabadlábra, és 200 új lakó érkezik a Tihár börtönbe. Amíg az új börtönök fel nem épülnek, az ittenieken egyre csak nő a nyomás, próbára téve az összes dolgozót és fogvatartottat Ázsia legnagyobb börtönében. Ha létezik világtól elzárt, különálló világ, akkor ez az.
Ashir Kumar visszatért videójátéktermek üzemeltetéséhez. 2010 végén a Tihar börtön élére új főigazgató került, Brijesh Kumar Guptát pedig kinevezték a Delhi rendőrség főkapitányának. Manu Sharma továbbra is a börtöngyárban tölti életfogytig tartó szabadságvesztését. Adbir Singh az utolsó jogi lehetőségeket is kihasználja, amelyekkel esetleg elkerülheti az akasztást. Edward Joseph Ellist a bíróság felmentette a vádak alól és szabadon távozhatott. A döntés ellen az államügyész fellebbezést kíván benyújtani a fellebbviteli bírósághoz. Narrátor Kassai Károly, munkatársa Gulyás Zsolt, Férentáj Bernadett, Horváth Zoltán, Lajtai Erzsébet, Derzsi Csilla, Hegyi Eszter. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.